Emberi jogi szervezetek és EP képviselők azzal vádolnak egy európai céget, hogy lényegében rabszolgasorban tartanak kubai munkásokat. A Prisoners Defenders nevű szervezet szerint az MSC Select már nevű üdültetési cég is így dolgoztat embereket. A civilek a Nemzetközi Büntetőbíróság elé viszik az ügyet. Számos bizonyítékunk van arról, hogy borzalmas körülmények között dolgoztatnak kubaiakat külföldön, elveszik az irataikat, megtiltják azt, hogy 8 évig hazautazzanak, elválasztják őket a gyerekeiktől abban az esetben, ha otthagyják a munkát, vagy nem térnek vissza Kubába. Láttunk olyan igazolásokat, amelyekkel lényegében eladják a kubai munkásokat a luxushajókra, miközben a bérük 80%-át visszatartják. A kubai belügyminisztériumba már több mint 1100 panasz érkezett, mondta egy jogvédő. Az Euronews kereste a céget az ügyben, de nem kaptunk választ. Kuba rendszeresen nyújt szolgáltatásokat külföldre, például egészségügyi vagy hajózási cégeknek. A bevétel többsége azonban nem a dolgozókhoz, hanem a kubai kormányhoz kerül. Az Európai Parlament egyik alelnöke szerint ez így nem mehet tovább. Az Európai Uniónak van egy keretmegállapodása Kubával, és az Európai Parlament ehhez kapcsolódóan azt a feltételt szabta, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Szerintem itt lenne az ideje annak, hogy ezt alkalmazzák és kikényszerítsék. Ez az ügy megmutatja azt, hogy az Európai Uniónak tiltania kell a kényszermunkát, mondta egy EP képviselő. For the European Union to have a ban on forced labor. Az ilyen kiküldetések évek óta a kubai kormány egyik legfőbb bevételi forrását jelentik.